Hadódi hallgatóra, hallgatóra, hallgatóra. Mózes első könyve, nyolcadik fejezet, Váisla heti szakasz. És Jákób előre küldött követeket Ézsauhoz, a testvéréhez, Széír országába, Edom földjére, és megparancsolta nekik, mondván, Így szóljatok Uramhoz Ézsauhoz. Így szól szolgád Jákób. Lábánnál tartózkodtam, és ott maradtam mostanáig. Van ökröm, szamaram, juhom, szolgám és szolgálom, és üzenetet küldök Uramnak, hogy kegyességet találjak szemedben és visszatértek a követek Jákóbhoz, mondván. Elmentünk testvéredhez Ézsauhoz. Ő éppen feléd jön, és négyszáz ember van vele. Jákób erre nagyon megijedt, aggódott, és két táborra osztotta a népet, amely vele volt, és a juhokat, a barmokat és a tevéket. És szólt. Ha Ézsau az egyik táborhoz ér és megveri, a megmaradt tábor elmenekülhet. És szólt Jákób, Ábrahám atyám istene és Izsák atyám istene, örökkévaló, aki azt mondtad nekem, tér vissza országodba és szülőföldedre, hogy jót tegyek veled. Nem érdemlem meg mindazt a szeretetet és mindazt a hűséget, Amiért mivel tél a te szolgáddal, Mert csak botommal keltem át a jordánon, És most két táborrá lettem. Ments meg testvérem kezéből, mert félek tőle. Ézsau kezéből, talán jön és megöl engem És az anyát és gyermekeit. És te azt mondtad, jót fogok veled tenni, és olyanná teszem magzatodat, mint a tenger fövénye, amely meg nem számlálható sokasága miatt. És meghált ott azon éjszaka, és abból, ami kezénél volt, ajándékot vett testvére Ézsau számára. Kecskét kétszázat és bakot huszat, birkát kétszázat és kost huszat, harminc szoptatós tevét és fiaikat, negyven tehenet és tíz bikát, húsz nőstény szamarat és tíz csikót, és átadta ezeket a szolgái kezébe, minden nyájat külön-külön, és azt mondta szolgáinak, menjetek előre, és hagyjatok közöket nyáj és nyáj között. Megparancsolta az elsőnek, mondván, ha rá talál, Ézsau testvérem, és kérdez téged, kié vagy, hová mégy, s kié ezek, amelyek előtted vannak, akkor mond, Jákob szolgádé, Ajándékez, melyet Ézsau uramnak küld, és ő is jön utánunk. És megparancsolta a másodiknak is, a harmadiknak is, és mindazoknak, akik a nyájak után mentek, mondván, így képpen szóljatok Ézsauhoz, ha találkoztok vele, és mondjátok. A te szolgád Jákób is utánunk jön, mert ő azt mondta. Megengesztelem őt az ajándékkal, mely előttem megy, és azután akarok arca elé kerülni. Talán kegyes lesz irántam. Tehát az ajándék előtte ment, és ő meghalt azon éjjel a táborban. Fölkelt azon éjjel, és vette két feleségét, két szolgálóját és tizenegy gyermekét, és átkelt Jábók gázlóján. Vette őket, és átvezette a patakon, és átvezette azt, ami volt. És Jákób egyedül maradt és tusakodott vele egy ember hajnal hasadtáig és midől látta, hogy nem bír vele, megérintette csípőjének forgócsontját, és kificamodott Jákob forgócsontja tusakodás közben. És az szólt, bocsáss el, mert feljött a hajnal. De ő azt mondta, nem bocsátlak el, amíg meg nem áldottál. És ő szólt hozzá, mi a neved? Mondta, Jákób. És ő szólt, ne legyen többé a neved Jákób, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. És kérdezte Jákób mondván, mondd meg, kérlek nevedet. Felelt. Miért kérdezed a nevemet, és megáldotta őt. Ott és Jákób elnevezte a helyet Penuélnek, mert láttam Istent színről színre, és megmenekült lelkem. Már felkelt rá a nap, mikor elment Penuél mellett, ő pedig sántított csípőjén. Azért nem eszik Izrael fiai a szökőinat, amely a csípő forgócsontján van mind a mai napig, mert megérintette Jákób csípőjének forgócsontját a szökőint. És felemelte Jákóba a szemét, és látta. Íme, Ézsau jön, és vele négyszáz ember. Akkor szétosztotta a gyermekeket, Léa és Ráhel mellé, és a két szolgáló mellé. A szolgálokat és gyermekeiket állította legelől, Léját és gyermekeit azután, Ráhelt meg Józsefet leghátrább. És elvonult előttük, és földre borult hétszer, míg testvére közelébe ért. És Izsau elébe futott, megölelte, nyakába borult, és megcsókolta, és sírtak és fölemelte szemét, és meglátta az asszonyokat és gyermekeket. Kérdezte. Kik ezek itt veled? És ő felelt. A gyermekek, akikkel Isten a te szolgádat megajándékozta. És előléptek a szolgálók, ők és gyermekeik is leborultak. Előlépett Léa is gyermekeivel, és leborultak. Ezután előlépett József és Ráhel és leborultak. És ő szólott. Mit akarsz ezzel az egész táborral, amelyel találkoztam? Mondta. Hogy kegyet találjak uram szemében. És szólt Ézsau. Van nekem elég testvérem. Legyen a tied, ami a tied. És Jákob szólt: Nem, kérlek, ha kegyet találtam szemedben, fogadd el ajándékomat kezemből, mert arcodat úgy láttam, amint Isten színét látjuk, és te kedvesen fogadtál. Fogadd el, kérlek, ajándékomat, amelyet neked hoztam, mert Isten megajándékozott engem, és mert van nekem mindenem unszolta őt, és ő elfogadta. És ő így szólt, induljunk és menjünk, én akarok előtted menni. És ő mondta neki, Uram, tudod, hogy a gyermekek gyengék, és hogy a juhok meg a nyájak szoptatnak. Ha meghajtják csak egy napig, a juhok mind elhullanak. Menj csak, uram, előre kérlek, szolgád előtt, én hadbalagjak lassan, jószágom járása és a gyermekek járása szerint, amíg eljutok uramhoz, szélbe. És szólt Ézsau, hadd hagyjam melletted egy részét a népnek, amely velem van. És ő szólt, mire való ez? találjak csak kegyet uram szem előtt. Ezután visszatért Ézsau azon a napon útján széírbe. És Jákób elindult szukkódba, és épített magának házat, jószágának pedig csinált hajlékokat, ezért nevezik a helységet szukkótnak. És elérkezett Jákób békességben Sekem városába, amely Kanoán országában van, amidőn jött Paddán Arámból, és táborozott a város előtt. Megvette a telket, ahol felütötte sátorát, Hamornak, Sekem atyának fiaitól, száz keszitáért. És felállított ott oltárt, és így nevezte el. Isten, Izrael istene. És kiment Dina, Léa lánya, akit szült Jákobnak, hogy megnézze az ország leányait. És meglátta őt Sekem, a hibvita, hamor fia, az ország fejedelme. Vette őt, hált vele és meggyalázta. És az ő lelke ragaszkodott Dinához, Jákob lányához, és megszerette a lányt, és nyájasan szólt a lányhoz. És sekem szólt atyához, hamorhoz mondván: szerezd meg nekem feleségül ezt a lányt. Jákó meghallotta, hogy megfertőzte dinát az ő lányát. Fiai az ő jószágával a mezőn voltak, tehát hallgatott Jákó még meg nem jöttek. És kiment hamor sekem atya Jákóhoz, hogy beszéljen vele és Jákób fiai bejöttek a mezőről. Midőn meghallották ezt, és az emberek nagyon bosszankodtak, és nagyon megharagudtak, amiatt, hogy ő aljasságot követett el Izraelben, Jákób lányával hálván, mert ezt nem lett volna szabad tennie. És beszélt velük Hamor mondván, Sekem, fiam, Lelkéből szereti a ti lányotokat. Kérlek, adjátok őt neki feleségül! Házasodjatok össze velünk, lányaitokat adjátok nekünk, és lányainkat vegyétek el, és lakjatok velünk. Az ország legyen előttetek, lakjátok, járjátok be, és szerezzetek benne birtokot és szólt sekem a lány atyához és fivéreihez. Hadd találjak kegyességet szemetekben, és amit mondtok nekem, megadom. Vessetek ki rám akármilyen nagy hozományt és ajándékot, és én megadom azt, amit mondtok, de adjátok nekem a lányt feleségül. És Jákób fiai a ravassággal feleltek sekemnek és atyának hamornak, mivel hogy megfertőztette Dinát az ő nővérüket. És szóltak hozzájuk. Nem tehetjük ezt a dolgot, hogy odaadjuk nővérünket egy férfiúnak, aki nincs körülmetélve, mert ez nekünk szégyen volna. Csak abban az esetben egyezünk meg veletek, ha olyanok lesztek, mint mi. Ha körülmetélve lesz köztetek minden férfi, akkor odaadjuk lányainkat nektek, lányaitokat pedig elveszük magunknak, veletek lakunk és egy néppé leszünk. De ha nem hallgattok ránk, hogy körülmetéltessetek, akkor vesszük leányunkat és elmegyünk. És szavaik tetszettek Hamornak és Sekemnek, Hamor fiának. És nem halasztotta el az ifjú a dolog véghezvitelét, mert megkedvelte Jákób lányát, és ő a legtiszteltebb volt atyaházában. És Hamor és fia, Sekem, elment városuk kapujába, és szóltak városuk embereihez, mondván: Ezek az emberek békések irántunk, lakjanak tehát az országban, és járják azt be. Mert hisz az ország elégynak elég nagy számukra. Lányaikat vegyük el feleségül, lányainkat pedig adjuk neki. De csak azzal a feltétellel egyeznek meg velünk az emberek, hogy velünk lakjanak, hogy egy néppé legyünk, ha körülmetélkedik közöttünk minden férfi, amint ők körül vannak metélve nem lesz-e jószáguk, birtokuk és minden barmuk a miénk? Csak egyezünk meg velük, hogy velünk lakjanak. És hallgattak Hamorra és Sekemre a fiára mind, akik kimentek városának kapujába, és minden férfi körül metélkedett, aki kiment a város kapujába. És történt a harmadik napon, midőn fájdalmat szenvedtek, hogy Jákóbnak két fia, Simeón és Lévi, Dina két fivére vette a kardját, és észrevétlenül a város ellen mentek és megöltek minden férfit. Hamort és sekemet a fiát és megölték a kard élével, és elvitték Dinát sekemházából és elmentek. Jákóp fiai rárontottak a megöltekre és kifosztották a várost, mert megfertőzték húgukat juhaikat, barmaikat, szamaraikat, és ami a városban volt, és ami a mezőn volt, elvették. És minden vagyonukat, és gyermekeiket, és asszonyaikat elfogták, és zsákmányul vittek mindent, ami a házban volt. És szólt Jákób Simeónhoz és Lévihez. Bajt okoztatok nekem, a rossz hírbe kevertetek az ország lakosságánál, a kanaáninál és a perizzinél, és mivel én csekély számmal vagyok, ők összegyülekeznek ellenem. Megvernek, és elpusztulok én és házam. És ők azt mondták. Szabad-e nekik úgy bánni húgunkkal, mint egy paráznával? És Isten szólt Jákobhoz. Kej föl, Menj föl, bét, élbe, telepedj ott le, és állítsott ott oltárt az Istennek, aki megjelent neked, midőn megmenekültél Ézsau testvéred elől. Ekkor Jákób így szólt népéhez és mindazokhoz, akik vele voltak. Távolítsátok el az idegen isteneket, amelyek köztetek vannak, tisztálkodjatok, és váltsatok ruhát, hogy fölkeljünk, és fölmenjünk bét élbe ott oltárt állítok az Istennek, aki meghallgatott szorongásom napján, és velem volt az úton, amelyen jártam. És ők átadták Jákóbnak, az idegen Isteneknek neked mind, amelyek kezükben voltak, és a gyűrűket, melyek fülükben voltak, és Jákób elrejtette azokat a tölgyfa alá, amely sekemnél volt. Ezután elindultak. Isten rettegése szállotta meg a városokat, amelyek körülöttük voltak, és nem üldözték Jákób fiait. És elérkezett Jákób Lúzba, amely Kanoán országában van, vagyis Bétélbe, ő meg az egész nép, amely vele volt és épített ott oltárt, és elnevezte a helyet Bét él Istene névre, mert ott nyilatkozott meg neki Isten, mikor testvére elől menekült. És meghalt Debora, Rebeka dajkája, és eltemették Bét él mellett a terebintus alatt, és így nevezték el Sirás terebintusának. És Isten újra megjelent Jákóbnak, mikor ő paddán arámból jött és megáldotta őt. És mondta neki Isten, neved Jákób, ne nevezzenek többé Jákóbnak, hanem Izrael legyen a te neved. És elnevezte őt Izraelnek. És mondta neki Isten, én vagyok a mindenható Isten. Szaporodjál és sokasodjál nemzet és nemzetek gyülekezete lesz belőled, és királyok erednek ágyékodból. És az országot, amelyet adtam Ábrahámnak és Izsáknak, neked adom majd, és te utánad, ivadékaidnak adom az országot. És fölszállt mellette Isten azon a helyen, amelyen beszélt vele. És fölállított Jákób egy oszlopot azon a helyen, ahol vele beszélt, egy kőoszlopot, és öntött rá italáldozatot és kent rá olajat, és nevezte Jákóba helyet, ahol Isten vele beszélt, bét élnek. És elindultak bétélből, és mikor közel voltak már, hogy efrádba érjenek, akkor ráhel szült, de nehéz volt szülése. És történt, hogy midőn nehezen szült, mondta neki a bába, ne félj, mert most is fiad lesz. És történt, hogy midőn lelke már-már elszállt, mert halálán volt, Ben Óninak nevezte őt, atya pedig Benjaminnak nevezte. És meghalt Ráhel, és eltemették az úton, amely az Efrádba, vagyis Bétlehembe vezet sírjára Jákób oszlopot állított, ez Ráhel sírjának oszlopa mai napig. És elindult Izrael, és felütötte sátorát túl Migdál éderen. S történt, hogy midőn Izrael abban az országban lakott, ment Reubén, és hált Bilhával, atyának ágyasával, és meghallotta ezt Izrael és Jákob fiai tizenketten voltak. Léa fiai, Jákob első szülöttje, Reubén, Simeón, Lévi, Jehuda, Jisszakar és Zebulón. Ráhel fiai, József és Benyámin. Bilha, Ráhel szolgálójának fiai, Dán és Naftáli. Zilpa, Léa szolgálójának fiai, Gád és Ásér. Ezek Jákób fiai, akik születtek neki Paddán Arámban. És elérkezett Jákób atyához, Izsákhoz, Mamréba, Kirjat Arbába, vagyis Hebrónba, ahol Ábrahám és Izsák élt. És Izsák napjai voltak, 180 év és kimúlt Izsák, meghalt és betért népeihez öregen is napokkal telten, és eltemették őt Ézsau meg Jákób a fiai. Ezek a nemzetségei Ézsaunak, azaz Adomnak. Ézsau Kanaán lányai közül vette feleségeit, Ádát, a hittita Élon lányát és oholibámát, Analeányát, a hivita cibeón unokáját, és bászmátot ismáél lányát, nebájót nővérét. És Áda szülte Ésaunak, Elifázt, bászmát pedig szülte Reuilt, és Ohilibáma szülte Jeust, meg Joelámot, s Ezek Ézsau fiai, akik születtek neki Kánoán országában. És Ézsau vette feleségeit, fiait és lányait, házainak, minden szerzeméjét, jószágát és minden barmát, minden birtokát, amelyet szerzett Kánoán országában, s elment más országba, testvére Jákób elől mert vagyonok sokkal nagyobb volt, sem hogy együtt lakhassanak. Nem bírta el őket tartózkodásuk földje állatait miatt. És letelepedett Ézsau Széír hegyén, Ézsau az Edóm. Ezek Ézsaunak, Edóm atyának nemzetségei Széír hegyén. Ezek Ézsau fiainak nevei, Elifáz, Ádának, Ézsau feleségének fiai. Reuél, Bászmátnak, Ézsau feleségének fia. És Elifáz fiai voltak, Témán, Ómár, Cefó, Gaetám és Kenész. Kenáz. Timna volt Elifáznak, Ézsau fiának ágyasa, és szülte Elifáznak Amálékot ezek Áda, Ézsau feleségének fiai. És ezek Reuél fiai, Náhat és Zera, Samma és Mizza. Ezek voltak Bászmátnak, Ézsau feleségének fiai. És ezek voltak Oholibáma, Báma, Anna leányának, Cibeón unokájának, Ézsau feleségének fiai. Őszülte szülte Jeust, Jallámot és Kórahot. Ezek Ézsau fiainak törzsfői. Elifáz, Ézsau első szülöttjének fiai. Témán törzsfő, Ómár törzsfő, Cefó törzsfő, Kenász törzsfő. Kóra törzsfő, törsfő, törzsfő, Amel Amélák, Amálék törzsfő. Ezek Elifáz törzsfői Edom országában, ezek Áda fiai. És ezek Reuél, Ézsau fiának fiai. Náha törzsfő, Zera törzsfő, Samma törzsfő, Mizza törzsfő. Ezek Reuél törzsfői Edom országában. Ezek Bászmát, Ézsau feleségének fiai és ezek Oholibáma Ézsau feleségének fiai. Jeus törzsfő, Jaelám törzsfő, Kóra törzsfő. Ezek törzsfői Oholibámának, Analányának, Ézsau feleségének. Ezek Ézsau fiai, és ezek a törzsfőik. Ez Edom. Ezek a Hórita szérnek fiai, az ország lakói. Lótán, Sóbál, Cibeón és Ana, Disón, Écer és Disán. Ezek a hórita törzsfők Széír fiai Edóm És voltak Lótán fiai, Hóri és Hémam, Lótán nővére pedig Timna. És ezek Sóbál fiai, Alván, Mánáhat és Ébál, Sefó és Óná és ezek Cibeón fiai, Aja és Ana, azaz Ana, akit találta az összvéreket a pusztában, midőn legeltette Cibeónnak az atyának szamarait. És ezek Ana fiai, Disón, Oholibáma, pedig Ana leánya. És ezek Disán fiai, Hemdán, Esbán, Jitrán és Kerán. Ezek Écer fiai, Bilhán, Zaván és Akán. Ezek Disán fiai, Ucc és Arán. Ezek a Hórita törzsfők. Lótán törzsfő, Sóbál törzsfő, Cibeón törzsfő, Ana törzsfő, Disón törzsfő, Éte-Écer törzsfő, Disán törzsfő. Ezek a Hórita törzsfők, törzsfejeik szerint Széir országában. És ezek a királyok, akik uralkodtak Edom országában, mielőtt király uralkodott Izrael fiai között. Király volt Edomban Bela, Beor fia, és városának neve Dinahába. És meghalt Bela, és király lett helyette Jóbáb, Zeráfia bocrából és meghalt Jóbáb, és király lett helyette Husám a Témani országból. És meghalt Husám, és király lett helyette Hadád, Bedád fia, aki megverte Midgyánt Móáb földjén, és városának neve Avit. És meghalt Hadád, és király lett helyette Szamla Maszrák, Maszrékából. És meghalt Szamla, és király lett helyette Sául, a folyammenti rehóbótból, És meghalt Sául, és király lett helyette Báal-Hánán Agbor fia. És meghalt Báal-Hánán Agbor fia, és király, helyette, király lett helyette Hadár, és városának neve Páú, feleségének neve Mehétabél, Matréd lánya, Mézáháb unokája és ezek Ézsau törzsfőinek nevei, családjaik szerint, helyeik szerint neveikkel. Timna törzsfő, Alva törzsfő, Jetét törzsfő, Oholibáma törzsfő, Éla törzsfő, Pinón törzsfő, Kenáz törzsfő, Témán törzsfő, Mibcár törzsfő. Magdiél törsfő, Irám törsfő. Ezek Edom törsfői lakhelyeik szerint birtokuk országában. Ez Ézsau, az Edomiták atya.